Mi történik itt? Ez megint ilyen manós film van. Barbie univerzumot. Majd a felújításon, mert ezek úgyis újjak újra, hisz már nem nagyon emlékszem. Guys, ez volt nekem az álom. De a Lego van helyette, de ez volt az álom, szerettem. Betettem és berettároztam mini Barbie-kat. Ez a dizájn jó, mert ez szuper. Tetszenek ezek az új Barbie-k, de azért gondoltam megnézem, és a tegnapi videó folytatására. És tetszik, na hát akkor ezért nem kell ítéletesnek lenni, mert ezt láttam ráadásul, és légtornászokról szólt. Videóban megválaszolom egy pár ilyen YouTube kérés igazából. Hát én mindig igyekszem ilyen, jó, mondjuk ez annyira nem, ha nem saját tartalmat, akkor mondjuk így műsorokról valamit összevágni, de úgy ilyenfajta ilyen montást azt én nem tudnék vágni, mert egyrészt ezeket a nagyon gyors vágású vidiket én nem is nagyon szoktam megnézni, mert a YouTube-on, mert ezt már elmeséltem, hogy a Pokémon egyik betiltott része miatt, meg az ilyenfajta volt egy olyan Star Game is, szóval hát általában egyedül szoktam úgy dolgozni, és hát vannak angol nyelv is. Nyilván itt ez a Product Channel, ez a komolyabb csatorna, már akinek komolyabb egyébként. Itt is nagyon sok short videó van, és szerintem a short videókat már sokkal jobban nézik a YouTube. Amit meg szoktam csinálni, meg tudok csinálni, hogy összeírom már idén, hogy a csatornán, hogy mi az, amit jobban néztek, mi az, amit érdemes sem, mi az, amit nem, szóval mi az, ami veszítés volt, mi az, ami nem, szóval ezen kívül nem tudok, én még kevésbé jöttem. Nem annyira megy már ez a YouTube, szóval ez, még ha régen volt, hiszem, így lehet, hogy látszólag igen, de hogy valóságban biztos nem, külföldre el lehet jutni, de oda meg olyan tartalmakkal, ami elég ilyen bevállalós is szerintem, vagy ez a rövid, vagy ilyen beauty, ami sokak szerint nem az a értelmiség tartalom, szóval, mint ahogy én mondjuk, nekem mindegy, én például sose gondoltam ezt róla, mert az LPS tyúgos voltam, és akkor felnőttként én nagyon szeretettem mindig sminkelni. És akkor ezért döntöttem úgy, hogy én simán indítok egy ilyen csatornát, hogy átalakítom, mert én ezt élveztem. Külföldön nincs is nagyon semmit cenzúráz, vagy munkából is, és hát igazából azt is lehet, hogy szereti a YouTube közösség, hogyha támogatják egymást, és mindenki megnézi a másik tartalmát, és látja, hogy tényleg megnézi, és nem csalja el, meg stb. Szóval így lehet egy picikét YouTube-ot építeni, semmi matematika dolog nincs benne. Napi szintűség, és akkor szerintem egyre jobban fognak kedvelni az emberek. Okay. Persze sokan mesélnek erről, hogy ezek azok csaltak, és így jutottak izéhez. Persze azt senki nem szereti, hogyha valaki csalással lesz híres, mert ez ugyanolyan, mintha valaki, mit tudom én, lottózik, vagy szerencsejátékozik, bár az is egy valami, hogy aki megveszi már, hogy még híresebb akar, és akkor megvesz még annyi követőt. Tulajdonképpen, ha megvetted pénzért, igazából el lehet jutni úgyis emberek. Igen, nem. Ez a Barbie, ez már szinte retro, mert akik vannak, akik annyira elfordultak ettől az új trending dologtól, hogy ilyen régi filmklubokba el lehet menni, és akkor ott filmeket elemezni, meg stb. Szóval ilyen dolgokat tudok így programba vagy munkába ajánlani. Ez a flashlight-os gyorsvágó, hát ez a leginkább ez a sok buli promotálás, meg ilyenek, mert tudjátok, én nem vagyok az a nagy bulis ember, még ha úgy is mutatom néha, de akkor csak simán zenékre táncoltam. Szilveszterkor is csak kölyökpeskőt ittam, meg ilyenek, szóval hát mindenről van egy kis sajátos véleményem, ahogy már láttatok. És azt a Magic Unicorn sorriban meg is osztom mindenkinek. Sport, ez iszonyú jól néznek ki, én nagyon, ezek is ilyen fiús lányok. Köztes, ezt már nem annyira szeretem, az ilyen óriás, gyors autók száguldanak, motorok, már azt nem annyira nők motorok, mert azt annyira meg nem tartom. Pont azért szétszednek a YouTube-on, mert én nem is olvasom már a kommenteket, meg nem fogadom, mert megmondom a véleményem a múba.
meg úgy minden másért is. Régen is szétszedtek, most is, de hát aki szereti ezt YouTube-ozni és vállalni, az majd egyszer egyre el fog jutni szerintem közösséghez, akár én például a self-management egyedüli munka mellett vagyok, ezért nem is szoktam nagyon senkivel együtt. Meg a blog, hát az meg teljesen más, mert részben fangirl is vagyok, és rengeteg dolog ér meg, amiért meg valamelyik filmet szerettem, amelyik nem szerzőjogos, meg van, akik szeretik, hogy kiteszik, például a Lazy Town-nál volt, és akkor a sok fan dolgot kiteszik, a hírességek és stb. Szóval hát így működik ez nagyjából, igazából van, aki szereti, van, aki meg nem szereti. Én például, ha nekem rólam vágnának valamit, hogyha kedves, akkor megfogadom, hogyha fura, azért azt úgy megmondom, de általában szoktam neki örülni. Ez például Barbie diótörő újra rajzolása volt, és majd... Légakrobata gyakorlatot végzett a motoron. Oké, most lehet irigykedni, irigyek vagy.